Hakszameach, boldog Hanukát kívánunk! Hakszameach, Hanuka Sameach, mindjárt meg fogjuk gyújtani a gyertyákat, és hát ez egy különleges alkalom, ilyenkor három áldást is fogunk mondani, ugyanis minden olyan dolog, ami egy egyedi esemény, ami nem történik minden nap, ami csak egyszer egy évben történik, az külön is megköszönjük a Jóistennek. De mielőtt meggyújtanánk a gyertyákat, mi jó sokan fogunk gyertyát gyújtani, a Mendi most már azt mondta, hogy összeszedte a gondolatait, hogy Mendi, én ezzel foglalkozom, te ezzel foglalkozz, hogy mit akarsz mondani. Mit akartál mondani a gyertyagyújtásról? Az, hogy van a gyertyagyújtásról több dolog, ahogy lehet gyújtani. Vannak olyanok, akik a ablakban gyújtanak gyertyát. Vannak olyanok, akik a ajtóba gyújtanak gyertyát. De mi most nem is ajtóban, nem ablakban, hanem abban a szobában, ahol a legtöbb ember szokott összegyűlni, abban a szobában gyújtunk gyertyát. Mendi. Jó, hogy elmondtad, mert én nem is gondoltam, de biztos, hogy a nézőink, te is szeretnél valamit mondani? Mondd azt, hogy Hag Sameach. Majd legközelebb. Szóval, adom Sankének ezt a mikrofont. Én nem is gondoltam rá, hogy biztos, hogy a nézőink közül is sokan az ablakba szokták meg, hogy meggyújtják a gyertyát, hiszen a gyertyáknak valóban a szabad teret kell bevilágítani, de van egy másik szokás is, amit a Mendi mond, amit mi szoktunk itthon csinálni, hogyha az ablak az ráadásul nem néz vagy olyan közterületre, amit sokan bejárnak, akkor abban a szobában gyújtjuk meg a gyertyát, ahol a legtöbben vannak az otthon élők közül, úgyhogy ez a nappali, ráadásul az ajtóba tesszük ilyenkor az ajtó félfába a gyertyát, hogy egyszerre mind a két micva egymással szemben nézzen, a két jó cselekedet, a két hagyomány, a Hanuka gyertya és a mezüze, ami az ajtóra vigyáz. Úgyhogy most meg fogjuk gyújtani a gyertyát, aztán sorban minden vendéget és gyereket megkérünk, hogy gyújtsa meg a gyertyákat, elmondjuk az áldást, és azt kérem a kedves nézőinktől, hogy ti is vegyétek elő a gyertyáitokat. A Sámez gyertyával fogunk gyújtani, a szolga gyertyával, hogy a hanukai mécses az csak a csodát hirdesse, és semmi másra ne is használjuk. Baruch atho Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidashonu b'mitzvaisav, v'tzivonu lehadliknen, Chanukah, Baruch ato Adonai, Eloheinu melech haolam, she'atzah nisim lavoiseinu, ha'ayomim, ha'ohem mizman hazeh. Baruch ato Adonai, Eloheinu melech haolam, shehechayonu vekimonu, veigiyonu lizman Most megkérjük Cemit. Please light your candle. Card. A gartel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvaisav v'tzivanu lahadlik ner Chanukah. Amen. Melech haolam she'asa nisim laviseinu bayomim ha'hem bezman hazeh. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'hachiyanu v'kimanu v'higiyanu lizman hazeh. Amen. Shalemke. Hadlik ne Hanuka, ale myslím, že je to.
ברוך אתה אדוננו, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצווה זו, וציוונו להדליק נר חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוננו, אלוהינו מלך העולם, שעושה ניסים לבריאתנו, בימים ההם לזמן הזה. אמן. ברוך אתה אדוננו, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו להדליק נר. להזמן הזה. אמן. רוחי? אני רוצה. מנדי? ברוך. אני לבוך. אמן. אמן. שהחיינו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו בזמן הזה. שטרי, אתה יש מה קורה גויטני? אבל אני לא רוצה להגיד רק בחה אחת תגידי. אגי עדש מונדיה, יו? מונדיה, ברוך. ברוך. אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצווה סוף, וציוונו להדליק נר חנוכה.